nem lenne, hát kéne se jöttál, hogy ott voltál, mert... Köszönjük Szilné Pradanovics Bernadettnek ezt a szíves közreműködést, ezt a zenei produkciót, gyönyörű volt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, akik elfogadták a meghívást Természet és impressziók című kiállítás megnyitására. Molnár István festőművész urat köszönhetem itt. Kiskeleti Alapfokú Művészeti Iskola grafika tanára. És nagyon sok szeretettel köszöntöm Szabó Ildikót, aki a kiállítást meg fogja nyitni. Ő pedig a Móra Ferenc gimnázium, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium művész tanára. És felkérem akkor, kedves Ildikó, tartsa meg a megnyitóját. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Molnár István festőművész Természet impressziók című kiállításán. Külön köszöntöm én is
magát az alkotót, Molnár Istvánt, akinek őszinte nagy rajongója vagyok már nagyon régóta. Pontosabban azóta, hogy 25 éve a Magyar Arcok című csoportos kiállításon, melyen mindketten részt vettünk Kiskunfélegyházán, megismerkedtünk. Molnár István akkor végezte épp a Szegedi Tömörkény István Művészeti Gimnázium alkalmazott grafika szakát, és kezdte tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán. Nem lehetett nem felfigyelni rá, hiszen portréképei nem csak bravúrosan megrajzolt, illetve megfestett tanulmányok voltak, hanem az ábrázolt személyek karakterét, jellemüket is megmutatták. Miközben a festő és grafikai technikákat már akkor is olyan természetes modernséggel kezelte, melynek jelen kiállításon is tanulni lehetünk. Az elmúlt évek, évtizedek alatt tudása, alkotói, művészi kifejezésmódja, az a bizonyos molnáros stílus beérett, összetéveszthetetlenné vált. Önök itt egy kiforrott művész, látszólag könnyed képei között állnak, pontosabban ülnek. Önök jobb oldalon, nekem jobb oldalon akvarelképeket, bal oldalon pedig olajfestményeket láthatnak. A látszólag könnyed kifejezést használtam. A látszólag szót most itt aláhúzom, és még visszatérek a gondolatra, de előbb azt is el kell mondjam önöknek, hogy az akkori ifjú művész, akivel 25 évvel ezelőtt megismerkedtem, annyira meggyőzően tehetségesnek mutatkozott, hogy 2002-ben mindössze 24 évesen az akkor visszavonuló Terestyényi Endre kérésére átvette tőle a Kiskunfélegyházi Holló László képzőművészkör szakmai művészeti vezetését. A 2012-ig tartó időszak alatt ennek a főként amatőr alkotókból álló, ma már 60 éve folyamatosan működő művészeti csoportnak a munkájába lendületet, szakmai megújulást és komoly fejlődést hozott. Ezzel párhuzamosan alapító tagja, majd 2007 és 2012 között szintén szakmai vezetője volt a Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Egyesületnek. Önéletrajza szerint körülbelül 70 csoportos kiállításon szerepeltek művei. Idefelé úton az autóban egy kicsit átszámoltuk, van a 100 is. Illetve ezzel együtt 8 önálló kiállításon mutatkozott be a közönségének. Tagja a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületének is. Rendszeresen indul művészeti pályázatokon, ahol rendre elhoz valamilyen díjat. Például 2008-ban a Pécsi Országos Színház találkozó festőversenyén második helyezést ért el, 2017-ben a Kiskörösi Petőfi képzőművészeti pályázaton különdíjas, 2020-ban az országos Ezüstgerely díj második helyezettje. 2017-ben megkapta a Holló László díjat, melyet Debrecen és Kiskunfélegyháza, az a két város, melyhez kötődik Holló László festőművész, tehát a két város kuratóriuma ad két évente azért azoknak az alkotóknak, akik a Kossuth és Munkácsy Díjas festőművész művészeti örökségét hűen viszik tovább. A leltárszerű méltatás után visszatérek ahhoz a félbe maradt, de aláhúzott gondolathoz, hogy milyen is az a molnáros, látszólag könnyed stílus. Nézzünk körül! Van, aki már megtette, van, aki majd a kiállítás megnyitő után fogja megtenni ezt az igazi körbenézést. Az itt kiállított művek többsége, vagyis nekem jobb oldalt ez a hosszú sor, akvarell technikával készült. A felvizezett felületre széles, gyors ecsetvonásokkal felvitt pigmentek egymásba folyva alkotnak absztrakt, színátmenetes foltokat. Alulruk átvilágít a papírfehérje, vagy a korábban felfestett, előbb megszáradt szín.
a keleti tusfestészet hagyományaira emlékeztető lényegkiemelés a fölösleges részletek elhagyása teszi könnyedé, ugyanakkor elvontá Molnár István festményeit. Aki kicsit is jártas a festészetben, tudja, hogy ez alapvetően jellemző a technikára, mondhatni az akvarell festés sajátja. Itt azonban azt látjuk, hogy egyes képeken a végletekig egyszerűsödik a téma. Pontosan annyit veszel a látványból a művész, amennyi lehetséges ahhoz, hogy még felismerhető, de a mű ne pusztán a valóság reprodukciója legyen. Ellentétek egyensúlya által teremtett harmónia ez. Sötét, világos, éles, elmosódó, lágy, kemény, kicsi, nagy, kevés, sok, hideg, meleg, kék, narancs, sárga, lila, vörös, zöld, élénk és tört színfoltok közti feszültség megteremtésével érje azt a flow élményt a nézőben, amit úgy szoktunk leginkább szavakba önteni, hogy hú, de jó! A természet impresszió könnyedsége mindazonáltal látszólagos. Egyrészt azért, mert bár szemlátomás gyorsan, akár néhány perc alatt elkészültek ezek a festmények, tudjuk, hogy egy jó akvarellista hosszú évek sok-sok órás gyakorlásával éri el, hogy a festék arra, és úgy folyik, ahogy ő akarja. Persze mindig megőrizve valamit a véletlenből. Másrészt azért, mert a táj lényegét, a látvány eszenciáját adják vissza. Ezáltal a tájban lévő alkotó ember intellektusának lenyomatai. Az absztrakció magas szintű gondolkodási folyamat eredményeként létrejövő egyszerűsítés. Itt azonban ennél többről van szó. Ezen a ponton akár vaktában bele is magyarázhatnék valami mélyet a művekbe, aztán a művész magában csak annyit mondana, hogy gondolta a fene. Nem magyarázkodtam, inkább megkérdeztem. Múlt héten egy kiállítás megnyitón beszélgetve a következő kérdéseket szegeztem neki. Mi volt a célod? Miért tájképeket festettél? Hogy készültek? A válasz gyorsan, határozottan érkezett, ami arra utal, hogy Molnár István maga is átgondolta a mi érteket. Persze ez összecseng azzal, amit eddig tudtam róla. Elmélyült alkotó. Még az ösztönös gesztusait is kielemzi utólag. Nos, a válasz a következő volt. A táj a végtelenség, az univerzum, a szabadság megtestesülése. Az ember nélkül is, sőt nélküle még inkább létezni képes. Ezáltal fenséges, felsőbbrendű, isteni létforma. Festeni a tájat egyfajta meditáció, egyesülés ezzel a transzcendens létformával. A képek jelentős részén nincs ember, illetve ha van, belesimul, összeolvad a tájjal, mint Molnár István tájképfestés közben. E kiállítás betekintést enged, nem csak a természet, hanem a művészet misztériumába is. Kinyit egy kaput, melyen vágyunk átmenni. Talán azt is mondhatom, hogy ez a kiállítás a lehetséges kapuk egyike. Ne tétovázzunk, lépjünk be. Álljanak meg a képek előtt. Ne siessenek. Nézzék őket hosszasan. Engedjék, hogy kinyíljanak a kapuk. S kiki fedezze fel, mi van oda át. Köszönöm a figyelmet, és ezennel a kiállítást megnyitom. Nagyon szépen köszönjük a megnyitó szavakat, és kérem szépen, akkor álljanak fel, és járják körbe ezt a gyönyörű kiállítást. És majd vigyék jó hírét, hogy jöjjenek minél többen látogatni ezt. Kiállítást, amely július végéig tekinthető itt meg a Művelődési Házban. Nagyon szépen köszönöm. És hogy mi szívja a cuccok, hogy...
hogy már belekerüljek a képbe. Már benne van. Nincs jó.